nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is önöket ezen a mai napon, és hát megmondom őszintén önöknek, hadd áruljak egy titkot, én most rettentő módon izgulok, mert én még így nagyon nem sűrűn tartottam felvételivel kapcsolatos tájékoztatót. Itt végighallgattam közben a háttérből, amit DK helyettes úr mondott. Ugye sok dologról beszélt itt nekünk, illetve önöknek természetesen elsősorban. Olyan dolgokról, amelyek én úgy gondolom, hogy fontosak akkor, amikor ebbe a korba lépünk, és 18 évesek leszünk, végzünk a gimnáziumba, szakközépiskolába, és pályát választunk magunknak. Ami hoz magával egy nagyon-nagyon komoly dolgot, az első igazi olyan döntést, amit én úgy gondolom, hogy meg kell, hogy hozzunk az életünkben. Annó én is voltam természetesen ugyanebben a helyzetben, én szakmában tanultam tovább, majd később kerültem a közgazdasági pályára. És hogy ezzel kapcsolatban, ezzel a komoly döntéssel kapcsolatban kezdjük ezt az egész tájékoztatót, hogy hogyan is kéne felvételizni, hogy kell egyáltalán bejutni a közgazdaságtudományi karra. Én hoztam önöknek egy példát, jó? Hát aki ismer, az tudja, én nagyon-nagyon szeretem az amerikai futballt, és egy olyan példát hoztam, ami higgyék el, hogy le fogom önöknek vezetni most, hogy önök ugyanebben a helyzetben vannak, mint a quarterback, ugye ő a QB, az irányítója a csapatnak, aki a zöld mezes úri emberek mögött áll egymagában és várja a snappet, ezt úgy hívják, hogy ezzel kezdődik a játék a snappel. És hogy egy picit azért belemenjünk ebbe a dologba, hogy érthető legyen az én példám, amit ide önök elé hoztam. Ugye az amerikai futball alapvetően egy terület szerző játék, aminek az a lényege, hogy az egyik csapat támadó egysége el kell, hogy jusson a másik csapat által védett célterületre, amit itt ez a Green Bay felirat jelez. Ugye a zöldek támadnak most éppen a fehérek ellen. Ennek a play-nek a lényege, és majd később erre vissza fogok még térni, hogy mi az igazi mondani valója, az, hogy felálltak ezek a zöldek most ott ugye egy vonalba középen tömörül öt ember, a másik két oldalon ott áll két meg három úriember, és az irányító a hátuk mögött, a másik csapat pedig erre úgy reagált, hogy felálltak négyen, a védőfalba, ugye ezt úgy hívják, akik ott tömörülnek középen, mögöttük a három linebacker, és az elkapókra, ugye a két szélén pedig oda jut a többi emberke, és plusz van egy úriember itt leghátul, akit úgy hívnak, hogy ebbe a playbe, hogy spy. Miért ő a spy? Ennek a playnek a lényege, hogy az irányítónak opciója van. Döntési hozatali joga van, döntési opciója van abban, hogy mit fognak játszani. Alapvetően ez egy olyan játék, ezt shotgun felállásnak mondják, hogy az irányító passzolni fog. Viszont azért van odaállítva ez az úgynevezett spy a védelembe, akit az előbb említettem, ez a leghátsó úriember, hogyha tetszenek nézni, ott pont a B betű közepén ácsorog, akinek az a feladata, hogy az irányítót nézze, mert hogy ez a csibész irányító úgy is dönthet, hogy én fogja és befut a célterületre, mert úgy fognak elkezdeni neki blokkolni az emberek. Hát, hölgyek, urak, ez nem egy egyszerű döntési helyzet, ez nem egy egyszerű kérdés ebből a szempontból, mert hogy sok mindent ki lehet hozni ebben a pillanatban, ebből a játékból. Én tudom egyébként, hogy mi lett ennek a play-nek a vége, de hát, hölgyek, urak, hogyha most ezt átrakjuk a való életbe, akkor most önök ott járnak ugyanúgy nagyságrendileg az öt yardon, a célterület az a közgazdaságtudományi kar, teszem azt adott esetben, és bizony önöknek el kell indítani ezt a play-t, és be kéne ide jutni erre a karra. Viszont, mint mondtam, ez egy opcionális döntési lehetőség, és hogy önöknek milyen opcióik vannak azzal a kapcsolatban, hogy tudnak ide bekerülni hozzánk, azzal a későbbiekben higgyék el, fogok foglalkozni. És ki fog derülni, hogy az amerikai foci és a felvételi eljárás rettentően hasonló játék egyébként egymással, jó? Az, hogy egy döntési helyzet, amiben önök is vannak, milyen szinten tud bonyolult lenni, akár csak akkor is, most ugye azt mondtam az előbb, hogy ennek az úriembernek, aki az irányítója az arany-zöld csapatnak, hogy ugye két opcióból választhat alapvetően, tehát vagy passzol, vagy futni fog, ez is egy nagyon-nagyon komoly problematikát tud ez felvetni. Ezt most beszeretném önöknek bizonyítani. Bár tudom, hogy távol vannak, és most nem tudjuk eljátszani azt, hogy tessék föltenni a kezét, hogy kiszavaz erre, kiszavaz arra. Én föl szeretnék tenni önök felé egy kérdést. Egy nagyon egyszerű kis játékot fogunk játszani, jó? A kolléganőm, aki itt ül közben velem szemben, megkérem, hogy nézze a Teams-es felületek, hogy milyen válaszok érkeznek be majd az én kis kérdésemre, jó?
A történetet rakok a kérdésemhez, jó, hölgyek, urak? A történetem az úgy néz neki, hogy tegyük fel azt, hogy mi így együtt, mindannyian itt, ahogy most vagyunk itt az online térben, ismerünk egy családot. Azt tudjuk erről a családról biztosan, hogy az egyik gyerekük az tutira fiú. Én nekem most az a kérdésem önökhöz, és írják már be oda a chat falba, hogy önök szerint mekkora a valószínűsége annak, hogy a másik gyermekük lány, adok opciókat, jó? Gyorsan kell dönteni, határozottan tessenek oda beírni. 100% hogy lány, 50% hogy lány, 25% lány, vagy 33,3% az, hogy lány. Tessenek ide beírni, jó? A kolléganőm majd bólintani fog, amikor már jönnek itt az eredmények. És kíváncsi vagyok, egy ilyen kis felmérést végzünk, meg hát fölébredünk itt gyorsan, hogy hú, ebben a nagy őszi időben, borongósban, itt az ember ide kiállt és elkezdett nekünk mesélni, hol mi amerikai fociról, meg hol mi döntéshozatalról, meg ilyenről. 50%. Nagyon jó. Még tovább. Van-e még? Valakinek még licitje? Bátran, hölgyek, urak, önök már ez a digitális nemzedék, én csak így szoktam hívni magamba, önök ezek a digitális nemzedék, én biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban tudják használni ezeket a platformokat, appszokat, mint ahogy például én megpróbálom adott esetben majd használni, és használom őket. Itt mondja, jönnek a válaszok, 50%, 50%, oké, szuper, akkor most 1, 2, 3, lezárjuk, és segítek megoldani ezt a kis problémát, jó? Először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy önök részt vettek most az én kis kérdésemnek a megoldásában. Nagyon hálás vagyok önöknek a megoldásokért, nagyon kedvesek voltak. Pár dolgot én ebből rögtön már így magamban ki is következtettem. Egy, mivel önök interaktívan bekapcsolódtak az én kis játékomba, ezért önök biztos, hogy megfelelő alapanyagok lesznek arra, hogy ide bejöjjenek az egyetemre és tanuljanak, mert hogy igen, nagyon-nagyon fontos a hallgató véleménye számunkra, és ezt másképp nem tudjuk leszűrni, lemérni, akár az oktatás közben, akár a tanulmányi osztályon találkozunk, csak úgy, hogyha a hallgató jelez felénk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy részt vettek az én kis kérdésemnek a megoldásában. A másik, legyenek önök magukra most büszkék, mert hogy igazoltak egy Nobel-díjat most az elmúlt pillanatokban ami számomra, és a nyilván önök számára is, majd mindjárt rá fogok világítani, hogy miért. A harmadik, az pedig az, hogy bizony-bizony, minthogy minden esetben egy egyszerű kérdéssel nagyon komolyan meg lehet zavarni egy döntés hozatal alatt lévő embert, mégpedig akkor, hogyha stresszt. Tehát azt mondja erre az angol nagyon szép szakszóval, hogy decision making under risk, tehát egy kockázat alatt történő, ilyen szabad fordításban döntéshozatal. És önök most, akik válaszoltak és mondják a kollégák, hogy egy csomó 50% érkezett, beugrottak erre, hogy miért, hogy áruljam is el, hogy miért nem jó, most már nagyjából ki lehetett következtetni. Nagyon gyorsan levezetem, nem tudom mennyire látszik a tábla, akkor inkább elmondom. Ugye úgy megyünk a megoldásba, hogy fiú-fiúval lehet. Ugye az volt a kérdésem, fontos a kérdés feltevés is már, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a másik gyermek lány. Ugye fiú-fiúval az lehet, ennek van valószínűsége. A fiú lányjal lehet, a lány fiúval lehet, viszont a lány lányjal nem. Ergo innentől kezdve én úgy gondolom, hogy mindenki számára világos, hogy 33,3% az, ami a megoldása ennek a kis kérdésemnek és ennek a kis feladatnak. És bizony-bizony előjött önökből is az, amit mi úgy hívunk, hogy heurisztika, mégpedig a felidézési heurisztika, aminek az a lényege, hogy mindig, ami az először az eszembe jut, a kis buksimba beugrik, hát az ember itt föltette, hogy mekkora valószínűség, arra persze 50-50, nem gondoltam végig, és ugye az volt a kérdés, még egyszer visszautalva erre, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a másik gyerek lány. Tehát én erre kérdeztem rá, ez pontosan benne van ebben a heurisztikában, mert a valószínűségek téves felmérése az, ami ennek az egésznek az okozója. Jó? Fogok még majd egy-két példát hozni innen bentről, és ezt szeretném jelezni önök felé, hogy igen, ezt itt nálunk tanítják, és ezzel lehet foglalkozni. Bizony-bizony, ezt a heurisztikát rengetegen kihasználják marketingesek, cégvezetők bizonyos részét. Tehát, hogyha hozzánk jönnek, akkor ezzel is megtetszenek tudni ismerkedni. Ugye beszéltünk itt most már amerikai fociról, döntéshozatalról, és azt mondtam, hogy az amerikai focit átültetem ide a felvételibe. Kezdjünk is ennek neki, mert ugyanúgy, mint ahogy az amerikai futballban is rengeteg millióféle szabályban, higgyék el, egy hatalmas nagy könyv van tele ezekkel a szabályokkal.
Én elolvastam még el, bizonyos részeit nyilván az ember tudja, amit lát, de a felvételi eljárás során is van egy csomó olyan szabály, amit majd önöknek be kell tartani, és amire kell figyelniük egyrésztről, másrésztről, viszont az önök döntése, mint hogy az előbbi kis példámmal ki is hoztuk, hogy bizony ez nagyon rosszul is elsülhet, az önök döntése is fontos és szükséges ahhoz, hogy bejussanak erre a célterületre, amit ott ugye most ez a Green Bay feliratú logó mutat most nekünk, jó? No! Hogy miért is, honnan kezdjük ezt az egész dolgot. Ugye a DK helyettes úr szépen bemutatta itt az elmúlt szűk egy órában a mi szakjainkat. Én még egyszer innen kezdeném, hogy hogyan is tudunk belépni az érettségi után a felsőoktatásba. Első ponton ugye itt legalul látják a diámon a felsőoktatási szakképzésbe, ami az érettségi szükséges, az alapképzéshez, amit szintén az érettségivel tudnak ugye bejutni, a megfelelő érettségével és tanulmányi eredményekkel, bocsánat, így korrekt a kifejezés, az osztatlan mesterképzésünkre, ami már mester, tehát egyetemi diplomát fog nyújtani, ugye az alapképzés és a mesterképzés tetszenek látni egymás alatt vannak ezen a kis dián, tehát az osztatlan képzéssel rögtön az 5 éves klasszikus egyetemi diplomát lehet megszerezni, és innen van két nagyon-nagyon jó nemzetközi reputációval rendelkező, nagyon jó hírű kutatóműhelyünk, doktori iskolánk, ahol aki úgy dönt, hogy annyira elköteleződött, hogy kipróbálná magát az akadémiai életben és az akadémiai útra lépve karriert építem magának, erre nálunk erre is megvan lehetőség. Tehát akár a Fox-tól egészen a doktori fokozatig el tudjuk juttatni a hallgatót. Jó? No, felvételi követelmények. Ahhoz, hogy bekerüljünk, ugye most első körben a Fox-ról, az osztatlan alapképzésről, osztatlan mesterképzésről, bocsánat, és az alapképzéseinkről fogok beszélni. A mesterképzés az egy kicsit más dolog, abban most szerintem nem fogunk belemenni. A felvételinél különböző követelmények vannak megállapítva. Ugye alapvetően kettészettük ezt a dolgot, mert hogy van az alapképzés, az osztatlan mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés. Az alapképzésünkre és az osztatlan mesterképzésünkre is kritérium követelményként igaz az, hogy egy darab emelt szintű érettségivel kell rendelkezni, viszont az osztatlan mesterképzésünknél, a gazdaság és pénzügy matematika elemzés szakunknál ennek az emelt szintű érettségének kötelezően matematikából kell megtörténnie, jó? Tehát aki az osztatlan képzésre jelentkezik, annak emelt szinti matek kötelező, aki viszont nem az osztatlan, hanem az alapképzéseinkre jelentkezik, annak teljesen mindegy, hogy melyik tárgyból, de egy darab emelt szintű érettségivel kell rendelkeznie. Miért fontos ez? Ha én jó vagyok énekzenéből, csináltam belőle egy emelt szintű érettségit, akkor megvan a beugró feltételem arra, a kritérium követelményem, hogy bekerüljek a felsőoktatásba alapszakra. Viszont, és ez egy nagyon fontos mondás, majd később erre is vissza fogok még térni, amikor egy kicsit itt számolgatunk, meg megnézik, hogy mint merre alakul a matek, mert hát közgazdászok vagyunk, itt ezzel nagyon sokat szoktunk foglalkozni a tényekkel. Viszont azért, hogyha nem az itt felsorolt tárgyakból tesszük az emelt szintű érettségit, akkor nem fogják elszámolni az 50 plusz pontot az felvételi eljárás során. Tehát mik azok a tárgyak, amik nálunk számítanak? Ilyen tárgy a gazdasági ismeretek, az idegen nyelv, az informatika, a matematika, a történelem, a földrajz, egy szakmai előkészítő tárgy, egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy. Ez egy új dolog, ez most idén került be a felvételi eljárásba, ez már a felvi.hu-n a táblázatokban olvasható, hogy ez is beszámít. Jó? Tehát ezek a tárgyak azok, amiért viszont már pluszpontot is tudunk adni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, az itt felsorolt és itt látható tárgyakból fogják számítani az önök részére a felvételi eljárás során az érettségi pontokat, jó? Ez a két legfontosabb mondani valója ennek a diának. A felsőoktatási szakképzés esetén, tehát a gazdálkodás és menedzsment Fox, a kereskedelem és marketing Fox, ugye nálunk marketing kommunikáció szakirányon lehet végezni, a pénzügyi és számvitelt pénzintézetén, a turizmus vendéglátást pedig turizmuson, annyiban különbözik az alap és az osztatlan mesterképzésről, hogy bizony ez esetében teljesen mindegy, nem kell emelt szintű érettségi, viszont az se szükséges, hogy
megadjunk különböző tárgyakat, tehát bármelyik érettségi vizsgatárgyból fogják az önök részére számolni a felvételi pontokat, ugye itt elsősorban az érettségi pontokat, és ha visszaemlékszünk arra, hogy mivel kezdtem én a mondandómat, hogy az irányítónak dupla opciója van arra, tehát hogy dönt, passzol vagy fut, a Fox esetében itt is igaz az amerikai foci, itt egy sokkal bonyolultabb játékot is lehet játszani, ez általában azért nem az NFL-ben, hanem college szinten szokott működni, de itt egy triple option játékot is lehet játszani. Ezt is majd be fogom mutatni, hogy miért érvényes megint az amerikai foci itt, jó? Na, ugorjunk tovább. Ugye mondtam arról, fejtsük ki azt, hogy az alapszakok vonatkozásában mi is az, ami nálunk játszik, ami nálunk jó. Ugye mondtam azt, hogy idegen nyelvet. Nem mindegy, hogy milyen idegen nyelvből fogunk érettségit tenni. Tehát ami a gazdaságtudományi területen felvételi során figyelembe vehető és játszik, az az angol, a francia, a német, az olasz és az orosz és a spanyol nyelv, bocsánat. Tehát ebből a hat nyelv valamelyikéből kell az érettségin produkálni, ahhoz, hogy ezekből nálunk pontot számoljanak. Jó? Tehát a többi az nem játszik ebből a szempontból. Mondtam azt, hogy vannak szakmai előkészítő tárgyaink, amiket megint csak figyelembe vesznek. Ilyen az informatikai alapismeretek, a kereskedelem és marketing alapismeretek, a közgazdasági alapismeretek. Fontos, hogy itt két lehetséges útja van. Üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtanból kell érettségit tenni. Ügyviteli alapismeretek és a vendéglátás idegen forgalom alapismeretek, jó? Értelemszerűen azért ezekkel a szakmai előkészítő tárgyakkal, meg ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyakkal azon jelentkezők találkoznak, akik kifejezetten szakiskolából fognak hozzánk jönni. Nyilván aki gimnáziumból, az alapvetően a klasszikus tárgyakkal, tehát ugye matematika, földrajz, történelem és így tovább, azokból fogja tudni a pontjait megszerezni, jó? A következő ugye az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak, informatika, informatikai ismeretek, kereskedelem, kereskedelmi ismeretek, közgazdasági, közgazdasági ismeretek, turisztika, turisztikai, ügyviteli ismeretek, vendéglátóipari és vendéglátóipar ismeretek, és most itt azért hoznák egy kis történetet, hogy megint csak az, amit az elején mondtam, hogy egy döntési helyzet milyen lehet és mennyiben befolyásolja azt, hogy mi mit csinálunk. Talán két évvel ezelőtt, ilyen nyár során kaptam anyukától egy nagyon szomorú levelet, nem vették fel a kislányát a karra, ők kiszámolták, hogy neki már pedig megvan a pontja, mit tudunk tenni, segítsek neki, hogy tudunk jogorvoslattal érni. Minden további nélkül, mi a probléma, felhívtam a hölgyet, átbeszéltünk mindent, az volt a kérésem, legyen szíves elküldeni nekem az érettségét, és megnézem, hogy meg ugye az utolsó két évnek a bizonyítványát, ami számol a felvételi eljárás során, hogy mi csúszhatott félre, mi lehet a hiba, és utána tessenek menni akkor jogorvoslatra, hogyha tényleg megtaláltuk a hibának a forrását. Hát két évvel ezelőtt még csak az informatika ismereteket fogadták el a gazdaságtudományok képzési területen érettségi vizsgatárgya, és sajnos a kishölgynek, aki hozzánk felvételizett, ebből lett volna számolva a pontja, és ugye mondom, hogy informatika, abból még sajnos akkor nem számoltak. Neki informatikai ismeretek volt beírva az érettségébe. Nagyon kellemetlen szituáció volt, mondtuk az anyukának, hogy hát sajnos csak Fox-ra fog tudni bejutni felsőoktatási szakképzésre a hölgy, mert hát a kettő tárgy nem fedi egymást. Ne járjanak így, figyeljenek oda, nézzék meg, mondom, hogy milyen tárgyat hogy böknek meg, mi hogy kerül be, és miből érettségiznek, jó? Nagyon kellemetlen volt a történet, nyilván utána édesanyja megnyugodott, tudtunk neki segíteni, be tudtuk juttatni a hölgyet egyébként a karra a felsőoktatási szakképzésen, és ha jól tudom, akkor már ő végzett nálunk, és várja azt, hogy alapképzésre is be tudjon jutni, mert ezzel kapcsolatban is szeretnék majd a későbbiek során kiemelni egy nagyon fontos dolgot, jó? Úgyhogy figyeljenek erre oda. Képzési területen választható ágazaton belüli specializációs szakmai érettségi vizsgatárgyak, ugye ezt mondom, ez egy új, ez egy friss, ez egy ropogós dolog, ezt idén rakták bele a felvételi tájékoztatóba. Ebből kettő van, az irodai ügyviteli ismeretek és az idegen nyelvű ügyviteli ismeretek, jó? Tehát ami fontos, hogy így nagyjából egészéből végigvettük, hogy melyik tárgyak azok, amelyek játszanak a felvételi eljárás során itt nálunk, illetve nem nálunk, értelemszerűen a gazdaságtudományi területen. Jó? Ha most már tudjuk azt, hogy milyen szabályoknak az egy részét miből kell teljesítenünk,
Most térjünk át arra, hogy hogy is működik ez a dolog, jó? Alapvetően a felvételi pontoknak a számítása az egy 500 pontos rendszerben történik, tehát a jelentkező az maximálisan 500 pontot tud majd magának szerezni ebben a felvételi eljárásban. Ami ennek a lényege, ez szét van bontva értelemszerűen különböző területre, 200 pontot lehet tanulmányi pontként hozni magunkkal a felvételi pontok számításánál, illetve az érettségi eredményekért is 200 pontot lehet maximálisan kapni. Jó? Eddig ugye 400-nál járunk, ami maximum pontot jelenthet, és még 100 pont van többletpontokból. Hogy is jön ki itt a matek, és nézzük át akkor ennek is a részét. Tehát alapvetően a jelentkező az tudja hozni a tanulmányi pontokat, ugye maximum 200 pontért, ezek egyrészről a középiskolai eredményekből tevődnek össze, amiből maximum 100 pontot lehet szerezni, ilyen a magyar nyelv és irodalomból, itt értelemszerűen a kettő tárgynak mind a két utolsó évben, utolsó hallgatott évben az átlagát kell majd számítani. Történelemből tudja hozni a pontokat, matematikából tudja a jelentkező hozni a pontokat, legalább 2 évig tanult választott idegen nyelvből, ugye ezt már mondtam, hogy angol, orosz, spanyol, francia, német, ezekből lehet, vagy nemzetiségi nyelv és irodalom. Ugye aki olyan nemzetiségi iskolába jár, az onnan is természetesen ilyenkor hozhatja pontjait, de az érettséginél az előző 6 nyelv számított mindenképpen, vagy egy legalább 2 évig tanult, illetve legalább 1 évig tanult, választott természettudományos tárgyból, például fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány, ugye föl vannak sorolva. Na most van olyan szituáció, én tudok róla, hogy adott iskolában ezt nem tanulták, teszem azt csak 1 évig, tehát nem volt 2 ilyen tárgy. Olyan helyzetben az iskolának kell az OH felé fordulnia, hogy oldják meg ezt a problémát. Én úgy tudom, hogy ezeket azért elég rugalmasan szokták kezelni, hogy az adott iskolából felvételi jelentkezést benyújtó jelentkező, ezt meg szokták oldani. Jó, tehát akkor, hogyha ilyen szituációban vannak, akkor nyugodtan jelezzék az iskola felé, de gondolom én, ez már megtörtént. Jó? Oké. Hogy jön ebből ki a 100 pont? Ebből úgy jön ki a 100 pont, ugye, hogy az 5 tárgyból évvégi jegyeket számolunk, a maximum az 5 lehet, akkor egyik évvége 25, másik évvége maximum 25 pont, és ezt a két pontszámot ugye összeadjuk és megszorozzuk 2-vel, akkor így jön ki az, hogy maximum 100 pontot lehet hozni a tanulmányi középiskolai eredményekből. Jó? A másik pedig a tanulmányi pontoknál, az pedig az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények. Ez értelemszerűen ilyenkor az érettségi bizonyítványban szereplő tárgyaknak a százalékait átlagolják, tehát egy átlagot számolnak rá, ugye, ami az érettségüknek végül is az eredménye lesz, és ezt adják hozzá a középiskolai eredményekhez elért pontokhoz, és így lesz ebből a 200 pontból ugye értelemszerűen a jelentkezőnek valamennyi. Oké. És ezen felül ugye az érettségi pontok, itt maximum 200 pontot lehet még szerezni. Ugye ahogy említettem, hogy a gazdaságtudományi területen ugye ez a matematika, a történelem, a földrajz, az idegen nyelv, az informatika, a választott, tehát az ágazati érettségi vizsgatárgy és így tovább, tehát amiken már részletesen az előzőekben végigmentünk, ezek közül a két legjobbnak, tehát amit önök legjobban teljesítettek, annak a százalékos eredményét fogják beszámolni, hogy értelemszerűen egy tárgy maximum 100% lehet, tehát a két tárgynak az eredményét adják össze, és ebből fog még jönni az önök részére egy pontszám. Jó? És akkor, hogy bebizonyítsam azt, hogy igenis az amerikai focinak köze van a felvételi eljáráshoz, ezen a dián tetszenek látni a felvételi pontoknak a számítását, és ahogy mondtam, ugye ahogy mondtam az elején a példámmal, hogy az irányítónak ott abban a szituációban, abban a playbe egy dupla opciós játéka volt, tessék megnézni, alapképzés esetén önöknek is dupla opciójuk van, hogy tudják a legjobb pontszámot megszerezni, illetve a felsőoktatási szakképzés esetén mondtam, hogy ott az egy speciális játék, mert triple optionbe tudunk számolni. Hát igen, itt most triple optionbe lehet megszerezni a megfelelő pontszámot ahhoz, hogy az ember bekerüljön ugye a gazdaságtudományi karra, közgazdaságtudományi karra. Jó? Hogy ez hogy néz ki? Ugye alapképzés esetén a pontszámítást, tehát az összes pontot úgy fogják önöknek számolni, hogy egyrészt a tanulmányi pontok, másrészt az érettségi pontok és a többletpontok,
Vagy a második opció, az pedig az, hogy az érettségi pontokat meg lehet duplázni, és ahhoz adják hozzá a többletpontokat. Na most, ami nagyon-nagyon fontos dolog ebből az egészből, az az, hogy ha valakinek eddig valami félre ment, mert tudom, hogy van ilyen, én is láttam még ilyet. Én is voltam majdnem hasonló szituációban, annak egy nagyon-nagyon-nagyon nagy lehetőség az, hogy akár állami helyre is bekerüljön azzal, hogyha most úgy dönt, hogy oké, rendben, eddig ez ott félrement, de viszont én tudom, hogy ezt tudom olyan szinten, hogy abban egy nagyon-nagyon jó érettségit vagy kettőt le tudok tenni, és simán meg tudja csinálni, gond nélkül be tud kerülni felsőoktatási intézményre, és hogy egy kicsit számoljunk is, mert ugye ígértem, hogy számolunk, az úgy néz neki, hogy tudom, hogy nehéz, meg most egy nagy számot fogok mondani, de hogyha két érettségi tárgyat tesz le, ami nálunk játszik, emelt szinten 75%-ra, akkor az úgy fog kinézni, hogy 75 meg 75 az ugye 150, ha azt megszorozzuk kettővel, akkor 300-nál járunk, és hogyha minimálisan 45%-osan ilyen teljesült ez a felvétel, ez az emelt szintű érettségi, és ez, hogy minimálisan 45%, ez egy nagyon fontos mondás, megint vissza fogok rá térni majd a következő diánál, ugye akkor meg fogja rá kapni ezeket a bizonyos pluszpontokat, ami jelen esetben, mivel hogy bőven túl vagyunk a mostani kis példámban a 45%-on, 50-50 pontot fognak mind a két érettségére jóváírni, a 100, megvan a maximum többletpontom is, ami azt feltételezi, hogy 400 pontot szereztem a felvételi eljárásban, azt pedig telibe az állami finanszírozottnak a határa. És ha valakinek 400 pontja van, akkor az nagy valószínűséggel állami finanszírozott helyre be is tud hozzánk például kerülni. Egy kitétellel, most jelen pillanatban, amit már DK helyettes úr is elmondott, nagyon-nagyon büszkék vagyunk az IFMD EPASZ akkreditációnkra, az angol nyelvű alapképzési, gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakunkon. Ezt hadd tegyem még olyan szinten nyomatékossá, hogy mennyire nagy dolog ez, hogy nekünk egy ilyen akkreditációnk van, hogy most ilyen pillanatban ez a KTK-nak a zászlóshajója, sőt, talán mondhatom, hogy a PTN is egy zászlóshajóként tudjuk kezelni, mert hogy az elmúlt év felvételi eljárásában erre a szakra kerültek be a legmagasabb átlagponttal a hallgatók. Tehát oda azért nem biztos, hogy a 400 pont elég, oda azért még egy kicsit kell hozzátenni az, hogyha valakinek az a célja, jó? Visszatérve ide, ugye itt volt a dupla opció, annyit még hozzátéve, hogy annak idején, amikor én érettségiztem, és én mentem tovább felső oktatásba, nekünk még ilyen nem volt, szigorú volt a rendszer, nagyon rigid volt a rendszer, nekünk csak az volt, hogy megnézték az évvégi tanulmányi pontokat, elkezdték kiszámolgatni, illetve nem is számogatták, hanem mi számolgattuk magunknak, miért lehet pluszpontot kapni, melyik intézmény, tehát nem volt egy egységes keretrendszer, egy framework, amiben tudtunk itt dolgozni, meg tudott az ember előre gondolkodni. Ennek az lett az eredménye, hogy például én nekem még egy évetben kellett maradnom a szakközépiskolában, én még szereztem két OKS képesítést, ami egyébként most is játszik a felvételi során, és azokkal a pontokkal kiegészülve tudtam bekerülni a felsőoktatásba, holott, hogyha nekem is lett volna ilyen lehetőségem, hogy az érettségi pontjaimat megduplázzák, akkor már egy évvel előtte be tudtam volna kerülni. Szóval becsüljék meg ezt a lehetőséget, mert ez egy nagyon-nagyon jó szituációt tud önöknek teremteni, jó? Ezzel kapcsolatban majd még szintén fogok egy trükköt mondani, hogy lehet ezzel nagyon-nagyon jól élni, ezzel a lehetőséggel, jó? Felsőoktatási szakképzés, ugye mondtam, hogy ezt triple option, tehát három lehetőségünk van. Itt a tanulmányi pontokat is meg lehet kétszerezni. Tehát az van, hogy vagy a tanulmányi pontok kétszerese és a többletpontok, vagy a tanulmányi eredmények és az érettségi eredmények plusz a többletpontok, vagy ugyanúgy, mint ahogy az előbb az alapszakok vonatkozásában, a két legjobb érettségi tárgynak az eredményét lehet megszorozni és hozzárakni azokat a bizonyos többletpontokat. Jó? Tehát ott egy kicsit könnyebb a bejutás lehetősége ebből a szempontból. Oké. Ami viszont fontos, hogy számolódnak ezek a dolgok, és mitől, milyen az a ponthatár, amitől élnek is ezek a dolgok bizonyos szempontból. A helyzet az, hogy a felvételi eljárás során itt a következő fontos szabály, a központilag meg vannak adva minimum ponthatárok. Ahogy itt tetszenek is látni a képernyőn, ez a rendeleti minimumpontnak csúfoljuk, önök is így fognak majd vele találkozni a felvételi tájékoztatóban. Ez az alapszakon 280 pont, amit el kell érnie a jelentkezőnek, ugye értelemszerűen a tanulmányi és az érettségi pontok valamilyen elegyéből, tehát abból a két útból, amivel el lehet idáig jutni.
Ehhez hozzá lehet adni még az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat, az OKE bizonyítványért járó többletpontokat, illetve a nyelvvizsgáért járó többletpontokat, de az összes többi többletpontot nem. Tehát ezekkel a többletpontokkal meg kell ugrani a 280 pontot ahhoz, hogy az amúgy más jogcímen kapható többletpontokat is hozzá tudják számolni az önök pontjaihoz. Tehát mondok egy egyszerű példát erre, valaki túlugrott ezt a 280 pontot az említett módon, mondjuk hátrányos helyzetű, ugye a jegyző a védelmébe vette, vagy időközben ő egy országos tanulmányi versenyen megfelelő helyezést ért el, vagy bármi más, amiért többletpontot lehet kapni, ezt csak azután fogják hozzáadni. Jó? Tehát addig nem. Sajnos volt, amikor ilyen szituációba kerültünk, megint csak szülőkkel beszéltem le, hogy miért nem lesz jó a felvétel, és mondtam, hogy nem lesz jó, mert hogy akkor még mondták a gyereknek, és visszatérve megint ugye, hogy milyen jó opció, hogy érettségi is lehet duplázni, mert hogy a gyermek elment emelt szintű érettségiből, rá egy bizonyos tárgyból megszerezte, azt minimum 50%-os volt, minimum 45%-os volt, meg is kapta az 50 pontot, és azzal sikerült bekerülnie az alapszakunkra, úgyhogy erre is van példám, jó? A felsőoktatási szakképzés esetén ez másképp néz ki. A felsőoktatási szakképzés esetén ez úgy néz ki, hogy 240 pont a rendeleti minimumpontszám, amelyet az emelt szintű érettségért kapható többletponttal együtt el kell érni. Jó? Tehát ott más nem játszik ebből a szempontból, és onnantól kezdve viszont, hogyha ezt megugrotta a jelentkező, akkor minden további nélkül az összes többi, tehát nyelvvizsga, OKE, hátrányos helyzet, országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredmény, onnantól kezdve értelemszerűen ezt már megint csak hozzá fogják számolni. Jó? Ami fontos, én most ide kitettem ezt a linket, itt most ránézik a kolléganőmre, hogy ugye ez a PPT majd elérhető lesz valamilyen úton és formában, bólogatnak, igen, köszönöm szépen a pozitív visszajelzést. Ez a link a felvételi tájékoztatóra mutat. Ott egyelőre még csak a keresztfelvételi eljárásnak a felvételi tájékoztatóját fogják megtalálni, mert hogy majd mindjárt mondom a bizonyos határidőket, hogy mikor fognak majd találkozni ezekkel a dolgokkal, amikről beszélek, meg hát amerikai foci, erre is visszatérünk, mert megint igaz lesz. Most jelen pillanatban ezt érik el, viszont ebben már vannak nagyon jó információk, van egy táblázatok nevezeti pont, hogyha rákattintanak a keresztfelvételi eljárásnak a tájékoztatója, ott belül van egy táblázatok nevezeti menüpont, ott már látják a 2021-es normál felvételi eljárásnak az érettségi tárgyai, tehát amiket én az előbb itt végigmondtam önöknek, megtalálják a többletpontok rendszerét is, úgyhogy már most lehet készülni arra, hogy miből lehet még azért nekem pontot kaparni ahhoz, hogy sikeres felvételit fogjak tudni elérni, jó? Úgyhogy használják, forgassák, nézzék, mert ebben van még rengeteg olyan információ, ami az önök számára esetlegesen szükséges lehet, jó? Igen. És akkor... Hát mondtam én azt, hogy megint csak bebizonyosodik, hogy amerikai foci itt van, mint hogy az amerikai fociban is, hát azt időre játsszák, ugye egy negyed az 15 perc, itt nem negyedekről beszélünk, viszont itt is időre játsszák, ezt időre is játsszák a felvételit, és önöknek időzíteniük is kell azzal, hogy jó helyre, jókor kattintsanak és tegyenek. Mi ebből a fontos? Az a fontos, azok a fontos dátumokat hoztam el önöknek, amik tényleg azok a deadline-ok, amikkel önöknek nagyon-nagyon oda kell figyelni, jó? Az első ilyen deadline az a december 21. Tervezetten december 21-én fogja publikálni az oktatási hivatal a www.felvi.hu felületen a felvételi tájékoztatót, a 2021 évi normál felvételi tájékoztatót, és 2020. december 21-én már önök elkezdhetik a jelentkezést is, jó? A jelentkezésnek a határideje az február 15, 2021, február 15, jó? A fontos, inkább csinálják meg előbb, most volt egy nagyon ilyen hasonló szituáció, keresztfelvételi tájékoztatást adtam egy leendő hallgatónak, elmondtam neki a dátumokat, ő fejébe egy másik dátum maradt meg, nem adta be a jelentkezését, innentől kezdve lecsúszott, egy évet várnia kell arra, szűk egy évet, hogy újra felsőoktatásba tudja lépni. Jó, figyeljenek erre oda, erre két határidőre.
A következő olyan fontos dolog az a február 20. Nem elég az, hogy önök szépen végigkattintgatják a jelentkezést, értelemszerűen kitöltenek mindent, föltöltenek olyan dokumentumot, teszem azt, ami már az önök kezébe van, hanem még hitelesíteni kell. Ez úgy néz ki, hogyha végigkattintgattak mindent, nyomnak egy olyan gombot, hogy ellenőrzés, ott szépen kipipálódik minden, hogy teszem, az dokumentum hiány van, csak a sárgán fog világítani, de az összes többi jó, akkor hitelesíteni kell. Erre 5 napjuk van a jelentkezési határidő lejárta után, jó? Fontos, 2 utómúton lehet. Az egyik az, hogyha rendelkeznek ügyfélkapuval, ez a kényelmes megoldás, jó? Tehát amikor azt mondjuk, hogy oké, ügyfélkapu, regisztráció, puf, rányomok a gombra, és már hitelesítve van is az egész történetem, jó? A másik útja mondja, a nem annyira kényelmes, az pedig az, hogy elmegyünk a postára, mert hogy ha végigkattintgattuk mindent, van egy hitelesítési adatlap, egy ilyen szép kis vonalkódos lapocska, azt alá tetszenek vésni, rajta van az oktatási hivatalnak a postafiók címe, oda be kell ezt küldeni, és onnantól kezdve ők ezt le fogják csippantani, és akkor fog majd hitelessé válni az önök jelentkezése. Mindamellett, hogy kényelmesebb az ügyfélkapu értelemszerűen, azt azért el tudom mondani, hogy a postai út is nagyon szépen működik. Én annak idején, amikor a mesterszakra jelentkeztem, a mesterszakot ezt már itt végeztem el a Pécsi Közgázon, amikor én jelentkeztem, még nem volt ügyfélkapum, én postai úton adtam föl. Egy dolgot azért ajánlok önöknek, ezt fogadják el tőlem, bármennyire is postafiókra tetszenek elküldeni, legyenek kedvesek ajánlott levélként elküldeni. Jó, mert akkor ott van a kezükben a kis papír, hogy bizony önök ezt feladták, és hogyha bármilyen jogorvoslat van azzal kapcsolatban, hogy esetleg megérkezett vagy nem érkezett meg, akkor ezt bármikor elő tudják vinni. Jó, hallgassanak rám ebből a szempontból. És hogy mennyire fontos ez a dolog, nagyon-nagyon kedves ismerősöm, megint hozok egy ilyen kis történetet, hogy figyeljenek oda minden apró részletre. Nagyon-nagyon kedves ismerősömnek a fia a műszaki karnak a szakközépiskolájában járta ki a szakközépiskolát, tudtuk, hogy jó pontjai vannak, tudtuk, hogy nagyságrendileg föl fogják venni, mert már biztosak vagytunk, elment jelentkezni. Megcsinált mindent, rendbe rakott mindent, föladott mindent, akkor még nem volt ez a hiper-szuper rendszer idézőjelben, és akkor elkezdtük mi is csekkolni őt, hogy megcsináltad, föladtad, aláírtad, befizetted, minden rendben van. Majd vártuk a felvételi döntésnek a pillanatát, hogy akkor hú, de jó, felvették a műszaki karra, és jött a határozat, hogy sajnos elutasították a felvételi kérelmét, pontosan amiatt, mert erre az egy apró dátumra, erre a 2021. február 20-ára nem figyelt oda, és elfelejtett hitelesíteni. Ilyen is van. Tanuljanak mások hibájából, mert okos ember a mások hibájából tanul, nem a saját kárán. Fogadják meg ezt is tényleg, jó? A következő nagyon fontos dátum az július 8-a, 2020. július 8-a. Eddig van lehetőségük arra, hogy dokumentumot pótoljanak, jó? És akkor itt megint megállok egy másodpercre a dokumentumoknál, ennél a szónál. Önök, mivel hogy most fognak döntő többségében érettségizni, önöknek például az érettségi bizonyítványt nem kell föltölteni, mert hogy a 2006 utáni érettségiket már nem kell föltölteni, hanem azt az érettségi nyilvántartóból fogja az OH-nak a rendszere áthúzni. Jó? Tehát ezzel nem kell foglalkozni. Akinek nyelvvizsgája van, tehát nem az érettségivel szerzett nyelvvizsgát, annak megint csak nem kell a nyelvvizsgát feltöltenie, mert a 2003 után szerzett nyelvvizsgákat megint csak a nyelvvizsga nyilvántartóból át fogja húzni az OH-nak a rendszere, ami azt feltételezi, hogy ezt se kell feltölteni, jó? Viszont az összes többi olyan doksit, ami kell pluszpontként, például most fogunk még tenni júniusban egy OKS vizsgát, azt igen, jó? Tehát az pluszpontként számol. Vagy addig lesz vége az országos tanulmányi versenynek. Megint csak föl kell tölteni, jó? Tehát ezeket tudják majd föltölteni, ezeket tegyék meg. Erre július 8-áig van lehetőségük. Ha addig nem került be a rendszerbe, akkor onnantól kezdve nem fognak vele pontot számolni, jó? Ez az egyik dolog, amit meg kell tennék július 8-áig. A másik fontos dolog ezzel a deadline-nál kapcsolatban, hogy addig van lehetőségük egyszer, azaz egyszer sorrendet módosítani. Tehát az azt feltételez, hogy egyszer nekem van arra lehetőségem, most már eldöntöttem fixen, hogy közgazdász leszek, vagy eldöntöttem fixen, hogy más pályára lépek.
addig van lehetőségem ott azzal játszani, hogy teszem azt, hogy a közgazdász leszek, és eddig úgy gondoltam, hogy a pénzügyi számvitel alapszak érdekel, de nem bízok annyira a matekomba, akkor átnyergelek mondjuk kereskedelem és marketingre, mert van egy kis kereskedői véna bennem, én úgy gondolom, hogy jól tudnák ezzel foglalkozni, ezt megtehetik addig, jó? Értelemszerűen intézményt is addig tudnak cserélni, tehát nagyon bízok benne, hogy akinél addigra még nem a KTK áll az első, én a PTL KTK, akkor majd addigra már oda föl fogjuk őket tolni, minket fognak föltolni, jó? Ez a másik nagyon-nagyon fontos dolog. És ezzel kapcsolatban megint egy megjegyzés. Amit megjelölnek december 21-től február 15-ig, tehát amíg jelentkezni lehet, azon onnantól kezdve nem lehet módosítani abból a szempontból, hogy teszem azt, addig még eszembe jutott, hogy megbökném még ezt, még lehet, hogy felvételiznék oda is, ilyen már nincs, jó? Tehát ez a lehetőség ez nem él, ami egyszer ott megszületett döntje, hogy december 21-től február 15-ig, az áll, azzal lehet játszani, jó? Kellemetlen dolog szokott lenni, bejön a hallgató, ilyenkor ugye már hallgatóként köszöntjük. Ez nem jó, nem tetszik, nem ezt akartam, de ide vettek föl, szeretnék átnyergelni másikra. Másik intézményre, másik tudományterületre. Nem fogunk tudni neki segíteni, mert hogy átjelentkezni csak adott tudományterületen lehet. Jó? Tehát nem véletlenül mondtuk azt az elején, és nem véletlenül próbáltam meg kihangsúlyozni, hogy milyen fontos döntést fognak önök most meghozni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, jó? Ezzel nem fogunk tudni mit segíteni utána. Ami fontos következő dátum önökre nézve, az a ponthatár megállapítás, jó? Ott még van egy ilyen, hogy az intézményen belüli jogorvoslati kérelmeknek a beadása. Ez nálunk annyira nem szokott jellemző lenni, mert egyértelműen nálunk nincs ilyen, hogy mint egyes pályák esetén, hogy pályaalkalmasági, tehát PÁV vizsgát kell tenni, vagy szakmai gyakorlati vizsgát kell tenni, mert vannak ilyenek is. Ez nálunk annyira nem szokott előfordulni, úgyhogy én ezt odaírtam, hogyha mégis van ilyen, akkor tessenek róla tudni. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy hát nagyon bízok benne, hogy július 22-én nem itt a képernyők mögött, hanem majd a Széchenyi téren, a vonalhúzó partin, a Marsalkó Dáviddal, a halott pénzzel fognak együtt bulizni, hogy hú de jó, fölvettek minket. Marsalkó Dávid úr is nálunk végzett egyébként, hadd áruljam el ezt a titkot, ő is öreg biti a karnak a hírnevét. Akkor lesz egy ilyen ponthatár megállapítás, utána indul a hivatalos jogorvoslati szakasz, tehát hogyha önöknek problémájuk van a pontszámítással, mint ahogy azt már jeleztem, hogy volt ilyenre is példa, akkor lehet ezt jelezni az OH részére, illetve hát most már polgári peres eljárásban lehet megtámadni ezeket a felvételi döntéseket. Én bízok benne, hogy nem jutnak erre a pontra, jó? És utána megkapják ugye értelemszerűen a besorolási döntést, hogy kit milyen képzési, finanszírozási formában fogja tudni végezni a tanulmányait, tehát értelemszerűen aki államit az államiról fog kapni döntést, aki költségtérítéses, az költségtérítésesre, jó? Szóval a Dióhéjban ezek lennének a legfontosabb pontjai, ezek lennének a legfontosabb deadline-jai a felvételinek, és ami ugye nincs ide rakva, de én szeretnék róla beszélni, az a felvinek a pontszámító kalkulátora. Nagyon jó alkalmazható dolog, nagyon jól működik a dolog. Én javaslom mindenkinek, hogy ha van ideje, mert hát erre aztán szerintem biztos, hogy mindenkinek lesz ideje, hogy végigböngészze azt, hogy én hogy tudok bejutni állami finanszírozott helyre például, hogy tudok bejutni most, hogyha a karról beszélek például az angol nyelvi alapképzési szakunkra, ami IFMD akreditált, akkor ezt tessenek használni, el lehet kezdeni számolni. Szépen be lehet írni azt, hogy ilyen és ilyen és ilyen és ilyen és ilyen eredményeim voltak az előző év végén, milyen eredmény kell ahhoz, hogy ezen javítsak. Be tudom írni azt, hogy milyen érettségi eredményekre számítok, hogy fogok tudni érettségizni, be tudják írni. Abból már kijön az, hogy most akkor meg lesz az emelt szintű érettségért járó pluszpont, vagy nem lesz meg. Tehát itt szépen el lehet kezdeni játszani a számokkal. És ebből egy nagyon korrekt kép tud kialakulni, hogy hova kéne eljutni júniusra. Tehát az, hogy ez egy akadályversenynek is nevezhetjük, ezt az elkövetkezendő fél évet az önök szempontjában egy nagyon fontos akadályversenynek,
ez így is, én úgy gondolom, hogy állja a helyét. Mert hát ugye itt vannak ezek az akadályok, amit az OH állít, hogy jelentkezni kell, hogy hitelesíteni kell, hogy ezt kell csinálni, hogy azt kell csinálni, azt kell csinálni. Ott van még ugye az iskolai élet, létük, életük, mert hát ott is most minél jobb eredményt kéne elérni, minél jobb érettségit kéne csinálni, csak meg kéne szerezni azokat a pluszpontokat, hogy tuti bekerüljek a felsőoktatásba. Higgyék el, tanulni nagyon jó dolog, és egy áldás, hogy ha valaki be tud kerülni, én úgy gondolom, látva itt a hallgatóinkat. Szóval egy akadályversenyen kell végig futniuk, ami nem lesz egy egyszeri mutatvány, nem lesz egy galop, de hogyha végére érnek és sikeres volt a felvételük, akkor én úgy gondolom, hogy mindenki egy nagy megnyugvással belevetheti magát az igazi felnőtt, tényleg egyetemista létbe, és nem ebbe, nagyon bízunk benne itt mi a karon, hogy addigra konszolidálódik ez a helyzet, és tényleg nem így fogunk kamerán keresztül beszélgetni egymással, hanem már itt személyesen fogunk találkozni, jó? Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt használják ki, nézzék meg. És így nagyon szuper dologra még jó, de ezt is már mondtam, hogy el fogom mondani, mégpedig arra jó, hogyha látják azt, hogy most ez nekem annyira nem volt sikeres, ott kéne tennem egy ilyen érettségit, ahhoz, hogy jó legyen. Ezt véssék fel egy papírra, jó? Rakják oda a monitorra, vagy írják be a telefonjukba, hogy tudjuk, hogy ekkor lesz az érettségi, én nekem ebből a tárgyból ilyen érettségi eredmény kell. A trükk az, hogyha ezt oda kiírják maguknak, akkor ez működni fog. Félreértés ne essen. Nem azt mondtam, hogy nem kell betolni mögé teljesítményt, mert hogyha valaki ezt be is tolja mögé, akkor az én úgy gondolom, hogy az esetek több mint 90%-ában működni is fog. Jó? Tehát írják ki ezt egy papírja, írják oda a telefonra, hogy igen, én most történelemből ilyen százalékos érettségit szeretnék megcsinálni. Ez is egyfajta pszichológia, mint ahogy az elején kezdtük azzal, hogy a döntés elméletbe egy kicsit belementem, hogy is kell két dolog között is akár csak dönteni. Ez is egyfajta pszichológia, ami működik, egyébként ezt is tanítják itt, de ezt most nem fogom önöknek elárulni, jó? Ha találkozunk szeptemberben, akkor kérdezzék meg az orientációs napon, és el fogom mondani, hogy ez hogy működik, jó? Mi ennek a háttere, és hogy sikerül ebből pozitív eredményeket kihozni. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog, fogadják meg tőlem. Oké. Ha már amerikai focival kezdtem, akkor szeretném azzal is befejezni. Ugye az első képen, azon a focis képen a Green Bay Packers játszott éppen a Seattle Seahawks-szal. Hát a Green Bay Packersnek volt egy legendás edzője, őt úgy hívják, hogy Vance Thomas Lombardi. És hát Vance mester mondott egy csomó okos dolgot, amiből egy nagyon-nagyon csomó ilyen dolog az érvényes és igaz a nem csak az amerikai focira, hanem magában a való életben, tehát amit mit élünk egymással, egymás között interakciókkal és így tovább, jó? Azt találtam mondani, most így szabad fordításban, amire ide van írva erre a képre, hogy egy ember életének a minősége egyenes arányosságban van a tökéletességre való, a saját tökéletességére való törekedéssel, függetlenül attól, hogy milyen területet választott magának, hol szeretné magát kiteljesíteni. Na hát, hölgyek, urak, én kívánom önöknek azt, hogy az elkövetkezendő fél évben találják meg ezt a tökéletességet saját magukban, törekedjenek arra, hogy ezt a tökéletességet minél jobban megpróbálják kiteljesíteni, kihasználni, főleg tovább építeni, mert higgyék el, hogy ez az elkövetkezendő, hát egy kicsit több mint fél éves erőltetett menet, ami önökre vár azért, hogy sikeres felvételit tegyenek, ez ilyen új csettintésnyi lesz, hogyha visszatetszenek majd emlékezni, mert pillanatok alatt el fog szállni ez az idő, és hogyha erre a tökéletességre sikerül törekedni, akkor én úgy gondolom, hogy sikeres felvételit tudnak tenni, akár minket választanak, akár más területre szeretnének elmenni, és onnantól kezdve, hogyha bekerültek egyszer a felsőoktatásba, bekerültek hozzánk, akkor én úgy gondolom, hogy ez a tökéletesség fogja önöket majd végigkísérni azon az úton, aminek a vége az, hogy szaktól függően, illetve képzési szintől függően három és fél, vagy öt év múlva ennek az épületnek a legszebb helységében, az aulájában köszönhetjük majd önöket, mint végzett közgazdász kollégák. Úgyhogy én most
nem köszönnék el önöktől véglegesen, mert úgy gondolom, hogy szeptemberben találkozni fogunk. Szép napot!